Csömpe, Szilja, 11. rész Mikor Szalmelusz Szilja szíveribe került, bizonyos szempontból kedvező lelki állapotban és fejlődési korban volt. Már annyi mindent átélt és látott abból az életből, amelybe egy falusi szolgáló, különösen egy apátlan és anyátlan árva leány, akkoriban legtöbbnyire belekerült, hogy biztos és határozott álláspontot foglalhatott el ezzel az élettel szemben. Igaz, hogy eddigi tapasztalatai jelentéktelenek és ártatlanok voltak azokhoz képest, amelyeket ebben a nagy gazdaságban és jóval tekintélyesebb faluban szerezhetett. Szíveri rendszerint három szolgálót tartottak. Ezek a lányok az Istáló udvar szélén a konyha mellett levő szobában laktak. Szobájukat a falubali legények szűzlaknak nevezték el. A béresek szobája az Istáló épület végében volt. A gazda család a főépületben lakott. Milyennek is képzeli a szolgálatot egy fiatal, éppen csak konfirmált leány az ilyen nagy gazdaházban? Otthon egyetlen tehenük van, és ez a természeti törvények következtében bizonyos időszakban egyáltalán nem ad tejet. Ha ez olyan rossz időre esik, amikor az apa keresete éppen úgy elapadt, mint a tehén teje, a kisgyermekek csak heringet falatoznak, és a hering zavaros, sós levét szürcsölik. Az apa és az anya ingerültek, a gyermekek nem tombolhatják ki magukat, hogy ne legyen még nagyobb étvágyuk. Jóformán semmit sem csinálhatnak. A téli napok egyhangúságába csak az hoz némi változatosságot, hogy a gyermekek kiszaladnak néha szükségre a ház sarka mögé, megvizsgálják az eredményt, és pozdorja nagyságú, apró, fehér férgeket fedeznek föl benne. Azután a gyermek csúszogó kis papucsában visszaszalad a kunyhóba, és dideregve áll a tűzhely nyilásához, hogy a parázsnál fölmelegedjék. A lakószoba melegénél nem ismer nagyobb élvezetet. Így növekednek fel, járnak egy kicsit a vándoriskolába, azután egy keveset a népiskolába, némelyek, és végül eljön az, ami mindennél jobb, a konfirmációra való készülés ideje. Azért jobb ez mindennél, mert szabadságot jelent, de egyúttal kényszert is. Be kell állni szolgálónak. Ha a leánynak sikerül olyan jó nagy gazdaházba kerülnie, mint amilyen szíveri, felette boldog. Míg összeszedi a holmiát, elénekli azt a néhány körtáncdalt és nótát, amelyeket szűk otthonában is alkalma volt megtanulni. Oda kerül hát két idősebb szolgáló mellé. Az étel ugyan nem sokkal jobb, mint otthon, de amit adnak, az bőségesen elég, és ez a fontos. Mikor a majorból elhozzák a lefölözött, s még meleg tejet, a szolgáló annyit ihatik belőle, amennyi csak beléfér. fér. Ki jár ez a disznónak és a bórjúnak is? És a zsellérkunyhó sanyarúságában felnőtt teremtés iszik tejet jócskán, és hízni kezd. Csípője, karja mellent nem sokára feszes és telt lesz, béréből valahogyan csak telik új ruhára, amelyet a falusi varrónő egész nagyosan var meg. Ebben a ruhában sétálgat aztán vasárnap délután a környéken. Az idősebb, szabados természetű szolgálók engedik, hogy a kicsi is velük menjen. Akad társaság az ő számára is. Akad is valóban olyan, aki ránéz a szépen fejlődő zsellén lányra, nem béres, nem napszámos, hanem csak egy fiú, aki órabér és kártyázás tekintetében egyaránt megfelel a kor követelményeinek, valami vékony, jóképű, fehérbőrű fiú. A szülei amott laknak, lakásban, nem kunyhóban, nem zsellérlakban, hanem lakásban. A fiú jön és leül a fiatal kezdő szájma mellé a gyepre, és elkezd udvarolni. Lágyan és simán beszél, még az illetlenségek is olyan tetszetős formában csúsznak ki a szájából, hogy a többnyire durva és ingerült beszédhez szokott fiatal leányka észre sem veszi. Csak örül, hogy mellette is ül egy fiú, éppen úgy, mint az idősebb szolgálók mellett. A fiú már a leány lábáról, cipőjéről és harisnyájáról beszél. Egészen mulatságos, mennyire tetszenek neki. De ezután látni szeretné azt is, milyen színű a harisnya tartója. Tarka. Mondja a leány nevetve, de a jóképű fiú nem hisz a nők szavának, maga akarja látni. Pedig elhiheti, mondja a leány, csak hogy a fiú akkor már a leány szoknyájának szegélyét emelgeti. A leány visszarántja, a fiú végül is nem láthatott semmit, de a játék mégiscsak megkezdődött. Egyszer valami mulatság van éppen annak a fiúnak az otthonában, akinek szülei lakásban laknak. A fiú, Viljo, egy kicsit be van csípve, csak éppen annyira, hogy nagyon könnyedén gondolkozik, beszél és cselekszik. Táncra kéri a leányt, akinek tarka harisnya tartója van, de a leány nem akar menni, ő igazán nem tudja ezt a táncot. A fiú meg sem hallgatja a leány szabadkozását, erőszakkal odarántja a szoba közepére. Alig tesznek néhány fordulatot, a leány végképp belezavarodik a táncba. A fiú félrelöki, és egy másik leányt kér föl, ugyanannak a háznak egyik idősebb szolgálóját. A fiatal szolgáló észrevétlenül kioson, hazatér szűzlakba, és lefekszik. Egy kis ideig még ide-oda szállnak a gondolatai. Bosszantja, hogy nem tudta azt a táncot, de azután azzal vigasztalja magát, hogy majd megtanulja. Gyakorolni fogja Sannival a takarmánykonyhában. Reggel felé fölébred. Sanni, akivel egy ágyban alszik, hazajött, és már ott fekszik mellette. Szanni forgolódik, és igyekszik sajmát közelebb szorítani a falhoz. Csak ekkor veszi észre a fiatal leány, hogy a helyre egy harmadiknak van szüksége, aki nyögve próbál elhelyezkedni az ágy legszélén. Vigyázz ne, hogy fölébredjen az a leány! Suttogja az a harmadik, aki nem más, mint viljo. Azután azok ott ketten elhelyezkednek, mély lélegzetet vesznek, és egy pillanatra elszenderülnek szoros ölelésben. Minden tekintetben más itt az élet, mint az otthoni kunyhóban. A leány egy idő múlva megtanul táncolni, és megtanulja azt is, ami a tánc után következik. Nyáron régi, külső kamrákban alszanak. Ha behúzzák az ajtót, olyan sötét van, hogy a kezdő sem szégyenkezik olyan nagyon. A hegyke, famunkás pedig nem sokat tétovázik. A leány azután tovább szolgál. Idővel egy kunyhó asszonya lesz, az ura pedig nem kíváncsi régi élményeire ha gondját viseli a gyermekeknek, a tehénnek és a háznak, megkapja, ami jár neki. Szíveri olyan ház volt, ahol a fiatal szolgáló éppen ilyenfajta tapasztalatokat szerezhetett. Széljával semmi különösebb nem történt ugyan, de bizony az ágyban, amelyben egy másik szolgálóval aludt együtt, őt is a falhoz nyomták, ha hirtelen még egy helyre volt szükség. Néha váratlanul megjelent a gazda, és kikergette a szolgálók vendégeit. Szeressétek egymást, én nem bánom, de úgy szeressétek, hogy ne halljam, mondta a szolgálónak, aki ingben állt ott, és sírva igyekezett ártatlanságát bizonyítani. Szíveri gazda tisztában volt ezekkel a dolgokkal. Ő maga is olyan gazdalegény volt, aki előtt annak idején mindig megnyíltak a szolgálók ajtói. Azon kívül földmíves iskolát is végzett, és részt vett erdőgondozási tanfolyamokon. Szélja közös ágyban aludt mantával, aki már alig, hanem közel járt a harminchoz. Manta igazi szolgáló volt, és annak is tartotta magát, tudott káromkodni, ha szükség volt rá, és feleleteivel a legpiszkosabb szájú embereket is elnémította. Alapjában véve nagyon meleg szívű leány volt. Tágranyított, nedves, csak nem tiszta, fekete szeme, amelyet mindenkire bátran rámeresztett, tüzesen csillogni kezdett, ha a szolgáló lelkét harag vagy örömkavarta fel. Csak jött, ment és dalolt. Néha éppenséggel üvöltött nem madár a szarka, nem ember a szolgáló. Ha pedig ételekről volt szó, ha embernek nem kell jó lesz a disznónak, ha disznónak nem kell jó a szolgálónak. Szemtelen vidámsággal nyugodott bele, hogy az emberi rangsorban olyan utolsó helyet foglal el, mint amilyent maga a szolgálósor is jelent. Az élet örömeiről sem mondott le azért, mert sorsa arra kényszerítette, hogy ezeket nyersebb formában élvezze, mint szerencsésebb helyzetben élő testvérei. Külsejében és jellemében voltak bizonyos vonások, amelyek miatt nagyon kevés kilátása lehetett a férhezmenésre. Azonban mindig akadtak olyan férfiak, akik hajlandók voltak vele néha egy-egy éjszakát. Ezek a férfiak körülbelül olyan viszonyban voltak a világgal, mint maga Manta. Már több mint tíz éve szolgált, múltjáról nem sokat tudtak ebben a faluban, nem is törődtek vele. Manta néha elejtett egy-egy szót Cilia előtt, akit teljesen tapasztalatlannak tartott. Úgy beszélt vele, mint kisgyermekkel szokás, aki még nem ért meg mindent. Egy nagy gazdaház szolgálójának életében is lehetnek csendes és érzelmes percek. Amikor Manta nagy, kimeresztett tehén szemével belebámul az alkonyati messzeségbe, és énekel valamit a hullámzó tóról, vagy az örök szerelemről, és mellette ül, és mindent magába szív egy sokkal finomabb alkatú fiatal szolgáló leány, aki csodával határos módon még mindig érintetlen, például szombat esténként a sauna után, amikor félig felöltözve hajukat fésülik. Célia Nukariban jó iskolát járt végig. Az élet alapiránya itt a sokkal nagyobb szíveriben sem volt más, mint ott szerényebb keretek között. Mint hogy Cilia Nukariban egyszer már győzelmet aratott egy nagyon közönséges küzdelemben, azután pedig minden tekintetben nagyot fejlődött, könnyen feltalálta magát itt is. Volt a közelben egy széljával egykorú leány, aki szüleinél lakott. Varrással foglalkozott, és azon kívül írogatott. Néhány versen nyomtatásban is megjelent valamelyik vallásos labban. Szélja a ruhát csináltatott vele, és így ismerkedtek meg. Hamarosan nagyon összebarátkoztak, vagy jobban mondva, ez a varró egészen rendkívüli módon ragaszkodott Széljához. A cselédek abban az időben nem sokat törődtek a vallással. Legtöbben behódoltak az általános korszellemnek, amelynek fő elveit könyvekből és hallomásból könnyen megismerhették. Nem volt tehát megszokott dolog, hogy olyan helyről, mint szíveri szűzlakja, valaki úrvacsorát vegyen. Ez a csoda most mégis megtörtént, mert a varóleány rávette Szíliát, hogy együtt vegyenek részt az úrvacsorai istentiszteleten. Mivel Szília konfirmációja után rá sem gondolt többé az egész dologra, és most sem lelki szükség vitte a templomba, ez a második és utolsó úrvacsorája csak mint nagyon halvány és jelentéktelen esemény maradt meg az emlékezetében. Bizonyos következménye mégiscsak volt. A környék ifjúsága hívőnek tartotta Szíliát, és a legdurvább fiúk nem közeledtek többé hozzá. Legfeljebb arcába vágták a varró leányjal való barátságra célozva, hogy Szília és Rantanen Szelma szerelmesek egymásba, és a legmocskosabb szájú legény, a szomszéd gazda részeges fia, aki hiába próbálkozott Szíliával, oda kiáltotta egy másik, hozzá hasonló próbálkozónak. Ne törd magad hiába, az már a Krisztus mennyasszonya. Azonban ez az egész nagyon furcsán végződött, és okot adott arra, hogy Szília természetének megfelelően ismét más szolgálati hely és más vidék után vágyakozzék. Szíveréjék szolgálói kiköltöztek nyárra a külső kamrákba, mivel ott sokkal hűvösebb volt. Szélja továbbra is együtt aludt Mantával, akihez állandóan bejárt a faluból egy legény, olyan, akinek a szülei lakásban laktak. Az egyik szomszédos gazdaházban pedig volt egy úgynevezett gyakornok, aki vasárnaponként meglehetősen kicsapongó életet élt. Mint hogy szép szárfiú volt és amellett más vidékről való, a falubeli lányok, a szolgálók és a gazdaleányok egyaránt erősen kegyeikbe fogadták és kitüntették. Egyszer a gyakornok Manta udvarlójának otthonában erős házisört sört Éjfél után a fiatal emberek elhatározták, hogy meglátogatják együtt szíverék szolgálóit. Manta udvarlója megígérte, hogy a gyakornokot bejuttatja Szíliához. Igaz, hogy kísér átartít, de majd csak elbánsz vele, magyarázta a barátjának. Bízd csak rám! Egy darabig még itt dogáltak, azután a tavasz végi éjszakában tántorgó léptekkel elindultak szíveri felé. Egymást pisszegése csendre intve, keresztül osontak az udvaron, és bekopogtattak a kamra ajtaján. Történetesen mondta, éppen azon az éjjel nem volt otthon, vendégségbe ment valamelyik kunyhóba. Szélja fölébredt a kopogtatásra, és az ajtón keresztül igyekezett megmagyarázni a helyzetet a zavaros beszédű éjjeli látogatóknak. Manta udvarlója azonban semmiképpen sem akart hinni neki, követelte, hogy célja engedje be a kamrába, és vele együtt betolakodott a barátja, a gyakornok is. Mikor meggyőzöttek, hogy Manta valóban nincs ott, az udvarló eltávozott, a gyakornok pedig rázuhant célja ágyára, és ott maradt. Manta udvarlója valószínűleg kezdettől fogva tudta, hogy Szilja egyedül van otthon, és csak fortéból kereste Mantát, hogy Szilja ajtót nyisson, és ő becsempészhesse barátját a leányhoz. A gyakornok valóban ott maradt, mert azonnal mély álomba merült. Szilja szólítgatta, mindenképpen igyekezett fölébreszteni és elküldeni. De a fiatalember csak aludt, aludt és horkolt mindaddig, míg a pálinka gőze el nem szállt a fejéből. Öt óra tájban fölébredt, csettintett nyelvével, úgy látszott, mintha eszébe jutott volna valami, néhány lagymatak kísérletet tett, hogy Szilját megölelje, és végül útjára indult. Ennek a magában véve jelentéktelen esetnek Szilja szolgáló életében bizony mégiscsak volt jelentősége. A házban látták, hogy a gyakornok reggel ment el Szilja kamrájából, és ez az észrevétel nem maradt titokban. A gazda is hallott róla, de mert a gyakornokot, aki különben is mulatságos, kedves fiú volt, néha vendégül látta, nem sajnálta tőle azt a kitüntetést, amelyben, úgy gondolta, fiatal barátja Szilja kamrájában részesült. A gazda egy szót sem szólt Széljának a dologról. A gyakornokkal később találkozott egy vendégségben, és akkor a fiatalember őszintén bevallotta, hogy járt a fiatal szolgáló leány kamrájában, de semmiképpen sem tud visszaemlékezni, hogy került oda és mit csinált ott. Csak annyit tud, hogy Szélja ágyában ébredt föl. A fiú azután többször is megkérdezte Szíveritől, milyen leány Szélja, járnak-e hozzá férfiak, és nem kell-e attól félnie, hogy valamit szerzett tőle. Átkozott dolog, hogy semmire sem emlékszem. Szíveri azonban teljesen megnyugtathatta fiatal barátját. A hídbuzgó varró szintén hallott a dologról. Igaz, hogy kósza hír formájában jutott el hozzá, de az ilyen egyszerű dolgot még a szóbeszéd sem tudja elferdíteni hiszen mindössze arról volt szó, hogy szorol a gyakornoka reggel öt óra tájban jött ki szíveriék Szilja szolgálójának a kamrájából, és hogy Szilja azon az éjszakán kétségtelenül egyedül volt a gyakornokkal, mert mondta, csak reggel kilenc órakor ért haza. Ehhez nem volt mit hozzátenni. Akinek azonban kedve volt hozzá, szájának elhúzásával és személynek intésével külön is jelezhette, hogy tisztában van a dolgokkal. Az esetről hallott tehát Rantanen Szelma is, az a vallásos leány, aki Szilját nagyon kedvelte és barátnőjének tekintette. A hírrel kapcsolatban valaki csípős megjegyzést is tett a két leány együttes úrvacsora vételére, és általában a tettetett erkölcsösségre. Lassú víz partot most. Szelma nem kereste többé Szalmelusz Szilja társaságát. Később a télen elbeszélést írt egy fiatal szolgáló leány ballépéséről. Az elbeszélést először felolvasta a keresztény leánykörben, azután beküldte egy világi, de tiszta szellemű heti labba, ahol tavasszal nyomtatásban is megjelent. Szélja Ráun széverére és az egész falura megint belesüllyedt abba a sajátságos, álomszerű állapotba, amikor semmit sem törődött környezetével. Nagy gondot fordított ruhájára és egész külső megjelenésére. Több ruhaneműt is szerzett magának, mint amennyire szüksége volt. Valaki egyre egy gyarapodó fehér készlete láttára már arra gondolt, hogy bizonyosan a gyakornokban reménykedik, és kelendjéjét készíti. Szélja teste tisztaságára is nagyobb gondot fordított, mint azelőtt. Mivel a házban csak szombatonként volt fürdés, a hét közepén is vizet melegített magának a takarmánykonyha üstjében, bezárta az ajtót, levetkőzött, és tetőtől talpig megmosakodott. A gazda néha éppen olyankor ment el a konyha ablaka alatt, amikor Szilja mosakodott. Észrevette, hogy az ablak be van függönyözve, és mint egy fiatal suhanc, bekukucskált a résen. Látta a leány testét a tűzhely vöröses fényében. Egy pillanatig nézte, aztán elosont onnan, és a lelkét furcsa, szinte érzelgős tisztaságérzése töltötte el. Szélja egész télen szíveriben szolgált, de senki sem tudott róla semmi olyat mondani, mint nyáron a gyakornokkal való eset után. A tél közepén szűzlakban is megcsendesedett az élet. Manta, Szilja hálótársa teherbe esett, és mikor már nem lehetett többé titkolni, udvarlója felhagyott az éjszakai látogatásokkal. Azokat, akik a másik ágyban feküdtek, kiség gondolkozóba ejtette Manta sorsa, és már nem engedték be többé olyan készségesen a kopogtatókat, mint régebben. És különben is olyan komoly dolgok történtek a nagyvilágban, hogy azokról a szolgálók szobájában is tudomást szereztek. Szíliát tehát békén hagyták, és a leány aludhatta nyugodtan életének álmát, amely néha mélyebb volt nappal, amikor ébren volt, mint az álom, amelyből éjjel fölébredt. Lassanként újra feltámadt benne a régi vágy, hogy valahova más felé mehessen. Ez a kívánsága nem sokára teljesült. Május vége volt, hétfő reggel, napsugaras, csendes és meleg. A természet minden jelensége arra mutatott, hogy eljött a vetés igazi ideje. A gyermeklánc fő virágzott, a durdahal ívott, a pacsirta szenvedélyes dalt zengve szállt fel a halványkék égbe. A szántóföldek talajában megindult az élet, a föld megduzzadt, meglazult, és ha valaki rálépett csizmájával, lába valósággal megérezte a földfakadást. A porhanyóföld föld úgy várta az ekevasát, mint vágyban égő nőstény a hím édesen erőszakos támadását. Várta a magot, hogy csírává duzzassa, hogy a csírából hajtást szülhessen, és a hajtást gabona szárát táplálja. Az istáló ajtói nyitva voltak, kihallatszott a láncok csörgése, és olykor-olykor egy-egy követelőző bőgés. A férfi cselédek a gazdával együtt kimentek a földekre, a gazdasszony a lányokkal az istálóban foglalatoskodott. De ezen a reggelen mind a kétféle munkát egészen különös hangulatban végezték. Mert bár a természetben minden úgy volt, ahogy lenni kellett, az emberi teremtnények lelkét egészen idegen és még sohasem tapasztalt érzések tartották hatalmukban. Ezek az érzések megvoltak bennük már a tél második felében, mióta a cárt letették trónjáról, és mindenféle felemelő dolog történt a haza érdekében. Csak hogy az országnak és a népnek más baja is volt, mint a cári hatalom zsarnoksága. És ezeket a bajokat nem szüntette meg a forradalom, ezek a bajok tovább is megmaradtak. És megmaradtak ebben az egyházközségben is. Már az elmúlt hét végén nyugtalanságot tapasztaltak a templomos faluban, a nagyobb birtokon, mikor a félre esőbb falvakban lakó gazdák dolguk végeztével hazatértek a templomos faluból, komoly arckifejezéssel fogták ki a maguk udvarán. A gazdák azokra a legközelebb eső helyekre gondoltak, ahol a munkások gyűléseiket tartották és énekeiket énekelték, gondoltak a környékbeli felizgatott zsellérekre, és eszükbe jutott, hogy egyszer kisé gorombán bántak valamelyik napszámossal. És azon szombatestén a házak körül, az utak mentén nem zajongtak az összegyűlt fiatalok, csak éppen áldogáltak. Csupán egy féleszű szolgáló kacagott fel, és harsogó hahotázása szinte belehasított a csendes estébe. Szíveri gazda legjobb éveiben volt, a gazdasszony pedig, aki a szomszéd egyházközségből, tekintélyes családból származott, gyors észjárású, éles nyelvű, szép asszony. Öröm volt hallgatni a gazda és a gazdasszony játszis szócsatáit. De rég gazda emberek voltak, fiatalos lendülettel, észszerűen művelték földjüket és gondozták állataikat. A gazda tisztában volt a mű és a természetes trágya helyes arányával, a gazdasszony maga állapította meg, hogy a tejhozam szerint hány takarmány egységi ára teheneknek. Mindeketten jól ismerték a földmunkások mindenkori bérviszonyait, a gazdasszony nagyon ügyesen intézte a cselédség ellátását. A lehető legolcsóbban annyit adott, amennyi éppen, hogy elég volt. A szolgálók, akik meglehetősen hosszú ideig maradtak náluk, néha egy-egy jó falathoz is hozzájutottak, viszont az alkalmi munkás, aki napszámban dolgozott, megelégedhetett és meg is elégedett kenyér és burgonya mellett heringel és lefölözött tejjel. Attól hízik a disznó is, mondta Szíveriné asszony, ha valamelyik szókimondó munkás kifogásolni merte az asztalra feladott ételt. De rég pár voltak ők ketten, értettek hozzá, hogy lehet a termelés két fő központjából, az istálóból és a cselétházból kisajtolni mindazt, ami csak kisajtolható, és nem sajnálták maguktól a vagyonosság látható és élvezhető örömeit, az egészséges, önző emberi boldogságot. Az ilyenfajta gazdálkodókat nagyon kényelmetlenül érintette és erősen megzavarta 1917 tavasza. Ezek a büszke és érzékeny emberek rendkívül nehezen viselték el a megalázásokat, már pedig megalázások elsősorban éppen nekik jutottak osztályrészül. Széveri Artúri arca vörösebb volt, mint rendesen, mikor első reggel elindult embereivel a szántóföldre. A rendes munkabeosztás szerint alig ha hajtott volna maga, most mégis maga hajtott, töltött pisztolyjal a zsebében. Az emberei közül egy már elmaradt, és egész vasárnap azzal a bandával kóborolt. Egy ilyen banda várakozott most rájuk megfelelő távolságban az útszélen. Talán jó volna ma ünnepet tartani, szólt valaki a csoportból egészen tisztességes hangon, de szíveri csak elhajtott mellettük embereivel és a szerszámokkal, és egyetlen szóval sem válaszolt. Kimentek a szántóföldre, és megkezdték a munkát. Az emberek az útszélén vörös zászlót emeltek magasra, és énekelni kezdtek, egyik másik felhúzta a nadrágát. A szántóföldön szíveri már ráförmett a lovára, ahogy egy gazdaember förmed a maga jól táplált lovára, amelyről biztosan tudja, hogy bírja a munkát. Mielőtt külön a szántóföldön ezek az események lejátszottak, az istáló nyugalmát is megzavarták. Trágyahányás közben odaérkezett egy vörös karszalagos bizottság, amely a majorban már megállította a kerekeket, most pedig végigjárta az istálókat, és kihirdette, hogy mivel nem volt így és úgy, hát azért nem lesz így és úgy. A bizottságnak ünneplő ruhába öltözött vezetője rendeletet nyújtotta át a gazdaszonynak elolvasásra, de a gazdaszony kijelentette, hogy saját istálójában csak ő maga meg a bika rendelkezik. Ott volt azonban Manta is, tágra nyílt, nedves, kidüllet szemével, ez a hihetetlenül szemérmetlen teremtés, aki képes lett volna egy temetésen is hangosan felkacagni. Ez a Manta kikapta a papírlapot a vezető kezéből, és így szólt. Adja csak ide, én majd nyugtázom. És mielőtt bárki megakadályozhatta volna, ünnepélyes mozdulattal szoknyája alá dugta, és azután visszaadta a vezetőnek. Most már rajta van a pecsét, menjenek innen, amerre a szemük lát. Egyúttal a trágyahányó villát a legközelebbi tehén farka alá dugta, a trágya a levegőbe repült, a gazdasszony is követte Manto módszerét, és a bizottság jónak látta kisietni a szabadba. Ott azonban komolyabb látvány fogadta őket – Eszeveszett ordítozással egy másik csoport érkezett a Szántóföldről. A csoport közepén a gazdasszony azonnal meglátta az urát, akit a feldühödött emberek magukkal hurcoltak. A gazdasszony nem ijedt meg, hanem rájuk rontott és felkiáltott: Átkozott vörös gazemberek, miért öltétek meg az uramat? A gazda arcát ugyanis teljesen elöntötte a vér, csak helyenként látszott ki egy-egy kis darabon halott halvány bőre. Ki akar itt ölni? Ki tart magánál fegyvert? Lihegte az egyik, és felmutatta Szíveri pisztolyát, amelyet a kezében tartott. Ez az eset kényszerítette szilját is Szíveri elhagyására. A gazda, mintha részeg lett volna, egyik szobából a másikba futkosott, és még azt sem engedte meg mindjárt, hogy a gazdasszony letisztogassa, és kezelésbe vegye a bántalmazás nyomait. Majd kirohant, és durván ráordított az embereire. Ha sztrájk van, hát menjetek mind a pokolba. A sztrájk vezérek ekkor már nem voltak ott. Hiába próbálta a gazdasszony lecsillapítani az ura dühöngését. A sértés nagyon mélyen átjárta a büszke gazdaember lelkét. Mikor Szíveri meglátta a szolgálókat, éppen úgy rájuk kiabált, mint az emberekre, és mikor a lányok nem akartak hinni neki, hanem a gazdasszonyra pillantottak, széket ragadott kezébe, és azzal fenyegette meg őket. Szélja ekkor összeszedte a holmiát, és elvitte egy kunyhóba, ahol az asszony jó ismerőse volt – Ugyanazt tette Manta is. Azután elindultak együtt déli irányban végig a sima és meleg országúton. Szélia nem is látta többé szíveri gazdát. A holmiát később utána vitték, szíveri gazdát pedig a következő télen meggyilkolták a lázadók. A hír eljutott Kierikkába is, ahol Szilja akkoriban szolgált. Előbb azonban még egy másik helyen is szolgált, ott, ahova most ezen az úton elindult. Sem neki, sem mantának nem volt határozott célja, inkább csak úgy érezték, hogy a vörös karszalagos emberek egy kis zavart okoztak, és ők emiatt különös sétára indultak el. A második faluban Manta azzal az indítványjal állt elő, hogy térjenek be egy gazdaházba, ahol egyszer régebben szolgált. Ez a ház meglehetősen rossz hírű volt, és a gazdájáról, egy özvegyemberről sok furcsa dolgot jegyzett be a pap az anyakönyvbe. Manta is célzást tett ezekre, amikor széles mozdulattal belépett a kapun az udvarra. Széliak kelletlenül követte. A beszélgetés hamarosan azzal végződött, hogy Manta hosszabb időre is ott maradhatott. A sztrájkolók mondhatnak, amit éppen akarnak, de én bizony megint csak pecsétet nyomok a papírjukra, ha ide jönnek. Szélja visszatért az országútra, és tovább folytatta útját délfelé. Az út szélen és a falvak udvarain dacos tekintető férfiak ácsorogtak, csoportokba verődve. Szírja maga is csodálkozott, hogy ő csak megy, folyton csak megy abban az irányban, amerre feje fölött a nap halad. Ha ellenkező irányban indul el, ismerősebb tájakra kerülhetett volna, oda, ahonnan erre a vidékre érkezett. Csak hogy a legjobban ismert helyen, Apja egykori kunyhójában vadidegen emberek laknak, akiknél nincs mit keresnie. A gyámjánál még egy kis pénzének is kell lennie. Azt ígérte, majd elszámol vele, ha Szilja nagykorú lesz, és alig, hanem éppen most érte el ezt a kort. Széliát azonban sohasem érdekelte ez a pénz. Úgy érezte, mintha apja zsebéből kotorázta volna ki azon a késő vasárnapi estén, mikor a templomos faluból hazatérve, kinyújtóztatva az asztalon találta. Vagy még inkább, mintha a gyám kotorázta volna ki, és mindig csak annyit adott belőle Szíriának, amennyit éppen jónak látott. Dél már elmúlt, amikor Szíria a templomos faluba érkezett. Ennél messzebb még nem is járt ezen a vidéken. Betért a péküzletbe, és valami ennivalót vett magának. A jóindulatú pékné gyönyörködött a leány szépségében, és végül megkérdezte. A kisasszony hová való? Így aztán beszélgetésbe elegyedtek. Az asszony hamarosan tisztában volt az egész helyzettel, és elbeszélte, hogy itt a templomos faluban is eltávolították a gazdákat a szántóföldekről, és bántalmazták a sztrájktörőket. Az asszony sajnálkozott, hogy éppen új cselédet fogadott, különben nagyon szívesen megegyezett volna Sziljával. Itt, ahol mindig az emberek szeme előtt kell lenni, kissé másként van. Szívesebben fogad az ember olyant, akire rá is lehet nézni, nem lehet tartani piszkos, lompos szemét. Úgy látom, maga sem arra született, hogy Istálóban dolgozzék. Úgy értem, hogy olyan csinosan rendben tartja magát. De várjunk csak. Nem a rántói professzor szólt, hogy nekik szükségük volna. Igen, persze, hogy mondta. Talán telefonálok neki. Mennyi bért kíván? szólt vissza az asszony az ajtóból. Ennyit és ennyit kaptam utolsó helyemen, felelte az ismeretlen Bájos vándor. Szélja mindjárt hallotta is, amint az asszony telefonon elmagyarázta, hogy a gazda feldühödött, mindenkit elkergetett a háztól, fejét elöntötte a vér. Igen, a gazdáit, a gazdáit, nem a lányét, nem, neki nincs semmi baja, sőt, nagyon csinos a feje. És különben is. Igen, igen, csinos és tiszta, talán meg kellene nézni, hát, ha érdemes megfogadni. Az asszony nevetett, és Szélja ajkán is mosolyátszadozott. Nagyon kedves, aranyos ember a professzor, pedig már a hetvenes években van, mondta az asszony, mikor visszatért a boltba. Nyugdíjas özvegyember ott lekik a nyaralójában, sokszor télen is. Nyáron olyan sok vendége van a rokonságból, hogy cselédet fogad arra az időre. Igen, úgy hat kilométerre van innen, de várjunk csak. Esténként rendesen átjön valaki csónakkal a postáért. Ha vár egy pár órát, akkor nem szükséges gyalogolni. Igen, és a professzor azt mondta, hogy megbízik bennem, és hajlandó zsákba macskát vásárolni. Hadd jöjjön az a leány. Ott ugyanis úgy van, éppen ezen tréfálkoztunk az előbb a telefonon, hogy nem fogadják meg az első tenyeres, talpas leányt. Ott is úgy van, mint itt. Igen, egészen bizonyosan jól fogja ott magát érezni. Csak már azok a szerencsétlen emberek felhagynának a bolondságokkal, fejezte be beszédét az asszony halkan, lágy, sajnálkozó hangon. Szélia félig sem értette meg az asszony jó indulatú szóáradatát, csak az előtte álló vízi útra gondolt. Kiosant a boltból, és elment a kikötőhídra, ahonnan szép kilátás nyelde dél felé a tóra és az egymás mögött felsorakozó földnyelvekre. Tehát valahova oda megy ő is. A tó hátán a messzeségben sötét pont tűnt fel, folyton közeledett, és nagyon lassan egyre nagyobbodott. A kisfiúk meg tudták mondani, hogy a postacsónak érkezik Rantó felől. Vajon ez megye majd a professzor partjára is? Igen.